Akkor minden készen áll a mai konferenciánkhoz. Szeretettel köszöntöm Önöket a nem szokványos helyszínünkön, hiszen a Republikon intézet sokakat ismerünk már, a rendszeres látogatóinkat. Ugye a magvetőben szoktuk tartani a konferenciánkat, akkor tartjuk itt, hogyha sok emberre számítunk, és akkor mindig nagyon izgulunk, hogy tényleg sokan jönnek el, mert akkor mi van, ha kevesen egy ilyen nagy terembe, ugye az kínos, de megfeleltek az elvárásainknak. Köszönjük, hogy eljöttek, és köszönjük, hogy eljöttek a meghívott vendégeink az első körben. A mai terveink szerint azt gondolom, hogy a 2026-os választások szempontjából talán a legfontosabb kérdéssel, a gazdaságügyével fogunk foglalkozni. Az amerikai elnökválasztásnál is látszott, hogy ha valamin jöhet, vagy múlhat egy választás, az, hogy az emberek mit gondolnak arról, hogy a kilátásaik milyenek, hogy milyen gazdasági saját jólétüket, saját gazdasági kilátásaikat hogyan látják. És ebből a szempontból nagyon érdekes és izgalmas a jelenlegi magyar gazdasági helyzet. Csak előjáróban én emlékszem arra, mert akkor még egy ma már nem létező párt kampányfőnökeként néztem a Rosszabbul élünk, mint 4 éve című fideszes kampány 2006-ban, amikor egyébként jobban éltünk, mint 4 éve, és ennek meg is lett a következménye. Azt a választást nem az MSZP nyerte meg, hanem Fidesz veszített el, most rólunk nem is beszélek, de minden esetre azt gondolom, hogy a mostani elmúlt 4 év azért ennek az ellenkező tapasztalatát jelenti, és ebből a szempontból nagyon érdekes, nyilván majd inkább a második körbe fogunk erről beszélni, csak én akkor már nem fogok beszélni, hogy a fideszes tört szavazóbázis, tehát ezt a kb. 2 millió ténylegesen fideszes szavazót nem érinti meg ez a Rosszabbul élünk, mint 4 éve. Tehát valamit azért mégiscsak történik az emberek fejében, a politikában, a kommunikációban, de ma nem erről fogunk beszélni, hanem ténylegesen arról, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, mennyire van igaza Orbán Viktornak, amikor azt mondja, hogy hát jövőre aztán fantasztikus idők jönnek ránk, jelzem, tavaly is ezt mondta, de hát egyszer csak igaza lesz, ha az ember sokszor mondja, egyszer igaza lesz, és a kilábalásnak milyen lehetséges útjai, módjai vannak, és talán abban is reménykedve arról is beszélünk, hogy hogyan jutottunk ide. Akkor jó beszélgetést, át is adnám Benyúritának a szót, hogy ő mutassa be a vendégeinket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szól ez a mikrofon? Szól ez a mikrofon, szuper. Köszönöm szépen, én Benyúrita vagyok, én leszek a mai nap házigazdája, próbálom majd mederben tartani a beszélgetéseket. És akkor be is mutatom a vendégeinket, Hortai Olivér kutatóintézeti igazgató a Századvég Kutatóintézettől. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszönöm. Katona Ildik az iPrivate Bank vezérigazgatója. És Pogácsa Zoltán közgazdász, a nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője. És hát olyan, mintha Gábor Hongárból leste volna az én jegyzeteimet, meg a bevezetőmet, de hát ha akkor kezdjünk innen, hogy a 2026-os választás valóban a magyar gazdaság állapotán fog-e eldőlni, és hogy az a 2026-os gazdasági állapot az vajon most bármiből megjósolható-e. Talán lehet, hogy azzal kéne kezdenünk, hogy vázoljuk azt, hogy lehet, hogy jönnek ki friss GDP adatok, Eurostat, KSH, de mégiscsak az adatokon, hogyha túlnézünk, meg a ti érzetetek szerint, milyen állapotban van ma a magyar gazdaság, és ennek a mai állapotában lévő magyar gazdaságnak hova kellene eljutni a 2026-ban, hogyha ezzel valóban a kormányválasztásokat akar nyerni. Választhattok, hogy ki kezdi. Oliver. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Olyan értelemben a 2026-os választás szerintem nem lesz különleges, hogy az empirikus irodalom azt mondja, hogy a gazdaságnak mindig nagyon markáns hatása van a választások kimenetelére. Mi a század végnél ezt hosszú évtizedekre visszamenőlegesen sok országra megvizsgáltuk, és mindig a gazdaság az egyik fő hajtóerő a választási eredmények mögött. Én arra számítok, hogy ez 2026-ban is egy nagyon fontos tényező lesz. A kérdésben úgy érzem, hogy érintettük az előrejelzések problémáját. Számomra az elmúlt időszak talán egyik legizgalmasabb kérdése, hogy
miért romlott jelentős mértékben az előrejelzések hatékonysága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban. Most az elmúlt hetekben sok szó esett az amerikai választások kapcsán, meg a belpolitikai események kapcsán is a közvéleménykutatások potenciális torzításairól, tévedéseiről, de engem ezeknél sokkal jobban érdekel a szakmámból fakadóan a makrogazdasági előrejelzések torzítása, tévedései. Azt látjuk, hogy szisztematikus hibák adódnak az elmúlt két évben. Én nekem erre kettő magyarázatom van. Az egyik az az, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanását követően a politika jelentősége a gazdasági folyamatokban nagyon megnőtt, és a különböző gyakran nem várt politikai eseményeket nem igazán lehet megragadni a makrogazdasági előrejelzésekben. A másik pedig, hogy előbukkantak olyan percepciós hatások, amelyekre nagyon régen volt példa a gazdaságban, és ezért a makrogazdasági előrejelzők ezeket is korlátozottan tudják kezelni. Az, hogy, és akkor lekerekítem a mondandómat, és igyekszem a harmadik részére is válaszolni a kérdésnek, az, hogy 2026-ban mi az, ami számít majd, mondjuk Magyarország esetében, a magyar gazdaság esetében, az egyrészt szerintem az, hogy amikor a magyar gazdaságot nézzük, akkor sok mutatóval szoktunk dobálózni. Én alapvetően két mutatócsoportot követek a legszorosabban, vagy két mutatócsoportot tartok a legfontosabbnak, a társadalmi stabilitás, az emberek percepciója szempontjából, és ez a politikára is markáns hatást gyakorol. Az egyik a reálbéreknek az alakulása, a másik pedig a különböző deprivációs mutatók. Most az látható, hogy a tavalyi nagy inflációs sok után a reálbér mutató az növekedésnek indult, ebben a tekintetben a jelenlegi kilátások kedvezőek. A deprivációs mutatókban pedig egy olyan helyzet állt elő, és ez nem csak Magyarországra, hanem az Európai Unió számos tagállamára jellemző, hogy az az elmúlt két éves gazdasági, nehéz gazdasági helyzet, ami tapasztalható volt, az egyelőre nem ütötte meg markáns mértékben a deprivációs mutatókat, tehát úgy tűnik, hogy Magyarországon és más európai országokban is egyébként a deprivációs mutatók többségében képesek részben a kormányzati intézkedéseknek, részben a korábbi tartalékoknak, részben egyéb hatásoknak következményeképpen ellentartani ezeknek a problémáknak. Tehát szerintem az lesz még egy fontos dolog, és nem csak politikailag, szerintem ez társadalmilag is egy rendkívül fontos kérdés, hogy hogyan tartunk ellen ezeknek a deprivációs mutatók romlásának. Ami az én szakterületemhez a legközelebb esik, az energiaszegénység. Ebben a tekintetben egyébként nagyon nagy különbségek vannak az Európai Unió tagállamaiban. Az látszik, hogy alapvetően az, hogy milyenek az energiatarifák az adott országban, milyen szabályozást alkalmaz az adott tagállam, ez van a legmarkánsabb befolyással ezekre a mutatókra. Magyarország egyébként ebben a mutatóban kifejezetten jól teljesít, mind az Euróbarométer, mind a századvéges kutatások tanulsága alapján. Mondjuk a fűtési nehézséggel küzdők aránya, Magyarország az egyetlen olyan tagállam, ahol egy számjegyű maradt. Itt azért több országban már egy jelentős romlás volt tapasztalható. Úgyhogy összefoglalóan én ezt a kettő mutatót tartanám a legfontosabbnak, egyrészt a reálbéreket, másrészt a deprivációs mutatókat. Én egy kicsit más oldalról közelíteném meg ezt a kérdéskört, hogy én a gyakorlati életből jövök, és befektetéseket kezelek, vagyonkezelők vagyunk, és ezzel is foglalkoztam, 15 évig voltam az MKB Privátbanknak a vezetője. A következő éveinket mi határozza meg? Ugye itt volt egy amerikai választás nemrégiben, ami nagyon markáns következményekkel járhat. Ugye Trumpnak a gazdaságpolitikája erősen protekcionista, ami ha közvetlenül ránk nem is hat, de az unióra nagyon. És ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a magyar gazdaság mennyire szorosan össze van nőve
az Európai Unió véráramában van, tehát hogyha az uniónak nem fog jól menni, tehát a növekedési kilátásai gyengék, akkor sajnos Magyarországnak még gyengébbek lesznek, ugye ahogy tapasztaltuk is az elmúlt két negyed évben. És ezen egyébként, tehát természetesen az infláció az mindig segíti a növekedést, tehát összességében jobb GDP számokat kapunk. Most az inflációt úgy tűnik, hogy sikerült leszorítani. A kérdés, hogy ezzel a mértékű forint gyengüléssel, amit az elmúlt két-három hétben láttunk, lehet, hogy van az már négy is, ezzel az importon keresztül hogy fog visszaszivárogni az infláció? Tehát ez egy nagyon erős kérdés, és ez hogy hat az árakra? És akkor itt azonnal jön ugye a fogyasztás csökkenés kérdése, hogy valóban lesz olyan mértékű reálbér növekedés, ami ezt a fogyasztás csökkenést meg tudja állítani. Tehát összességében azt gondolom, hogy egyáltalán nem pozitívak a kilátásaink a következő két évre. Ugye ezen javíthat, hogyha egy háborúnak vége van, és esetlegesen kapunk feladatokat, és kapunk a beruházásokban részvételi lehetőséget. Tehát ez mindenképpen egy nagy lehetőség lenne. És természetesen, amikor azt mondom, hogy nem jók a kilátások, szükségszerűen nem a magyar tőzsdéről beszélek, mert a magyar tőzsde az továbbra is eléggé alulértékelt, hanem sokkal inkább az össznemzetgazdasági produkcióra. Illetve még itt egy szempontot mondanék, ami szerintem nagyon el lett hanyagolva az elmúlt akár 10 évet is mondhatunk, ez pedig az innováció és a kutatásfejlesztés, ami lehetne a motorja egyébként egy GDP növekedésnek és egy felívelő gazdasági növekedésnek. Tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam-e. Úgy is majd még szétszállazzunk. Köszöntöm, három kérdést tett fel a Rita. Az első az, hogy a gazdasági helyzet az befolyásolja a választásokat, természetesen befolyásolja. Erre Magyarországon is vannak mérések, hogy nagyon erős az összefüggés. De az a fura helyzet, hogy nem a konkrét objektív gazdasági helyzet, hanem annak a percepciója. És a kettő között különbség van, mert ugye az általad említett amerikai elnökválasztáson is ez volt a helyzet, hogy miközben amúgy a gazdasági helyzet kifejezetten javult az elmúlt időszakban, de egy csomó embernek a percepciója nem ez volt, és ez fontosabb. A második kérdésed az volt, hogy előre lehet-e jelezni a mondjuk másfél évvel későbbi állapotot. Én azt gondolom, hogy nem nagyon. Tehát ugye az a tapasztalatunk, főleg az elmúlt időszakban, hogy olyan bizonytalan időszakban vagyunk, amikor nem nagyon rajzolódtak még ki a hosszú távú trendek, tehát itt negyedévről negyedévre meglepetések érik az elemzőket, akár a magyar adatokkal kapcsolatban, akár a nemzetközi. Tehát olyan dolgokra gondolok itt, mint a német gazdaság állapota, ami még azért meghatározó elektromos autózás sorsa, tehát hogy egészen fontos dolgok negyedévről negyedévre változnak, szóval szerintem nem látunk előre másfél évre, és rendszeresen megcáfolja az elemzőket a valóság. És hát a harmadik kérdés, hogy milyen a gazdaság állapota. Én itt most néztem a falakat, és néztem ezeket a héber betűket, és eszembe jutott, hogy egy idejében nagyon sokat olvastam a kumráni tekercsekről, meg így a kereszténység korai kialakulásáról, és ott van egy olyan magyarázat, hogy miért lett a kereszténység elég rettentően ilyen fekete-fehér, gonosz, jó, tehát hogy ez a dihotómia hogyan került be a kereszténységbe. Állítólag áriánus gyökerei vannak ennek, hogy ennyire elment ebbe az irányba. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság elemzés is elment egy ilyen áriánus irányba, hogy két teljesen külön buborékba élnek az emberek, hogyha már a percepcióról beszélünk. Tehát, hogy a gazdaságnak van valamilyen állapota, de ehhez képest van két teljesen külön véleménybuborék vagy barlang, és hogy ha már ilyen teológiai megközelítést alkalmazok, az egyik szerint paradicsom van, tehát hogy alapvetően mi itt Magyarországon mindent jól csinálunk, ha nem lenne az a fránya háború Ukrajnában, ha nem lenne a rossz német gazdasági teljesítmény, itt Magyarországon alapvetően minden rendben van. A másik pedig ez az apokalipszis közgazdászok, akik pedig 14 éve minden héten háromszor leírják, hogy a magyar gazdaság összeomlik, és 14 éve háromszor egy héten nem omlik össze a magyar gazdaság, de ez nem zavarja őket abban, hogy a következő héten is írjanak egy cikket
elmondják a tévében, hogy a magyar gazdaság összeomlik. És akkor ennek megfelelően a magyar társadalom az két ilyen barlangra oszlik, az egyikben folyamatosan minden nagyon jó, a másikban meg folyamatosan minden nagyon rossz. És ez szerintem nem segít minket abban, hogy megértsük, hogy hol vagyunk valójában. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság jelenlegi helyzete az nyilvánvalóan nem jó, de hogy semmifajta apokalipszis nincsen. Tehát, hogyha ugye megnézzük a kulcsmutatókat, ugye hát a GDP-nk az úgy stagnál. Na most egy stagnálásra én nem mondanám azt sem, hogy ez paradicsom, hiszen nyilván jobb lenne, ha nőne, és azt sem mondanám, hogy összeomlás. Látom néha ilyen kommentekben, hogy hogy nem lehet egy 0,7-es növekedésre azt mondani, hogy az összeomlás, de az nem összeomlás. Tehát az, hogy van egy 0,7-es negyedéves mutatónk, azért az nem azt mutatja, hogy ez egy összeomlás lenne. Stagnál a magyar gazdaság. Oké, ez egy közepes teljesítmény. Ugyanaz. Jaj, milyen magas a magyar államadósság. Hát bocsánat, de az, hogy mondjuk 70 és 80 között valahol ingadozik a magyar államadósság mértéke GDP arányosan, az nemzetközi összehasonlításban egy közepes megint csak. Volt időszak, amikor ugyanez a mutató magas volt, tehát a rendszerváltás környékén ezzel a 80% körüli mutatóval kiemelkedően magasak voltunk, de már olyannyira eladósodott a világgazdaság legtöbb országa, hogy ezzel a 70 és 80 között mozgó államadóság szinten egy teljesen átlagos szinten vagyunk. És így tovább, és így tovább, tehát hogy a magyar gazdaságban teljes foglalkoztatás van. Tehát ez sem arra mutat, hogy itt valami hatalmas összeomlás lenne. Bocsánat, hogyha most csalódást okozok annak az oldalnak, ami úgy tudja, hogy Magyarországon összeomlás van folyamatosan, de nincsen. De ugyanez igaz a másik oldal vélekedésére sem is, hogy az sem igaz, hogy valami mennyi állapotok lennének, de szerintem a magyar gazdasági modellnek a hosszú távú fenntarthatósága az borzalmas, tehát az, hogy a humántőke fejlesztés az évtizedek óta olyan alacsony szinten van, hogy gyakorlatilag megállt a növekedési potenciálunk. Az a modell, amit itt a Fidesz kormány csinált 14 éve, hogy alacsony hozzáadott értékű termelés, nem nő a termelékenység, behozunk egy csomó alacsonyan képzett embert, ez egy ideig, óráig jó volt, és tényleg kétségtelen eredmény, hogy a teljes foglalkoztatást elértük, és csomó alacsony képzettségű embert behoztunk a munkaerőpiacra, de nem tudunk följebb jutni a hozzáadott értékben, tehát beragadtunk ebbe a közepes fejlettség csapdájába, ebből adódóan nem. És hát ugye állandó instabilitási problémáink vannak, tehát évek óta a költségvetés egyensúlya drámaian felborul, tehát hogy azt sem mondanám, hogy jó a helyzet nyilván, és nem igaz, hogy itt Magyarországon belül minden rendben lenne. Én most már semmilyen kapcsolatot nem látok a háborúval. Tehát az, hogy itt béke költségvetésnek nevezünk valamit, én ebben a költségvetésben sehol nem látom a kapcsolatot az orosz-ukrán háború és a magyar költségvetés között, szóval kíváncsi lennék, hogy itt mi a kapcsolat. De szóval én csak azt mondanám, hogy szerintem stagnálás van, de se nem paradicsom, se nem apokalipszis, hanem valahol a kettő között. Akkor maradjunk egy kicsit a jelenben, hát ha arról többet tudunk a percepcióinkon kívül megfogalmazni, hogy miben élünk most, és annak az okairól. Tehát hogyha azt mondja Zoli, hogy nem a háború függvénye az, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, akkor egy kicsit nézzük meg, hogy minek is a függvénye viszont akkor. Ugye Orbán Viktor is úgy fogalmazott, hogy a magyar költségvetés bajaira egyedüli okként visszavezethetően az orosz-ukrán háború tehető felelőssé. Ha mondjuk osztjuk, vagy megvitatjuk Zoli álláspontját, vagy nem, akkor mi minden tehető felelőssé azért, amilyen állapotban van a magyar költségvetés, amire egyébként még Orbán Viktor is azt mondja, hogy kínlódás, azt hiszem ezt a szót használta pénteken pont a rádió interjújában, hogyha nem jön változás, akkor marad ez a kínlódás. Na de akkor a mai állapot, az mire vezethető vissza? Mik az okozók? Akkor jöjjünk most visszafelé. Ugye a költségvetésünkkel kapcsolatosan az egyik legfontosabb tényező a túlköltekezés. Tehát, hogy maga a beruházási aktivitása a magyar kormánynak, ugye természetesen nem idén, hanem a korábbi években,
olyan mértékeket öltött, ami arra alapozott, hogy a jövőbeli adóbevételei szinten maradnak. Ugye, ami az idei évben a legnagyobb pofon volt a költségvetésnek, hogy elmaradtak az adóbevételek. Itt gondolok különösen az ÁFA bevételre, ugye, ami egy nagyon központi eleme a költségvetésünknek. Tehát ez egy alapvető probléma. Ugye ez egy téma is, hogy akkor hol költenek a magyarok, vagy költenek egyáltalán, vagy akkor a megtakarítási hajlandóság nő. Sajnos ezt nem tudom megerősíteni, hogy a megtakarítási hajlandóság nő, hanem egyszerűen ennyi, az infláció ilyen szinten lecsökkentette az embereknek a jövedelmét, amit el tudnak fogyasztani. Tehát a fogyasztói képessége a magyar társadalomnak erősen lecsökkent az idei évben. A költségvetési hiányunknak egyértelműen ez a rugalmatlan költekezési politika az oka, bár ugye említettem, hogy én nem vagyok makrószakértő, tehát én a piaci folyamatokat látom és ismerem. És ugye nagyon fontos itt még megemlíteni a tavalyi állampapír állománynak a költségét, tehát azért a 18-20%-os kamatokat ennél az eladósodottságnál, mind külföldre, mind a magyaroknak, de ugye nagyon nagy volt a külföldi finanszírozásunk, ugye ezt ki kell fizetni a költségvetésnek, tehát nincs mit tenni, ezt finanszírozni kell, tehát ez egy elég komoly problémát jelentett az idei évben, illetve erősen hozzájárult az eladósodottságnak a növekedéséhez. Nem tudom, hogy itt kielégítő választottam-e. Oliver, hosszasan jegyzeteltél is, úgyhogy... Igen, és hogyha lehet, akkor egy néhány reakcióval kezdenék. Abszolút. Az első, hogy én azzal nem értek egyet, hogy a háborúval, tehát hogy a háborúnak, illetve a háború következményeinek ne lennének markáns hatásai a magyar vagy az európai gazdaságra. Kb. Egy hónappal ezelőtt megjelent Drági jelentésnek az egyik fő tanulsága az, hogy az Európai Unió versenyképességi kihívásai közül kiemelkedik, de egyébként az Európai Központi Bank is hasonló következtetésre jutott a legutóbbi jelentésében. Tehát, hogy az egyik legnagyobb problémánk a magas energiaárakból fakad, és hogyha ránézünk az energiaárak alakulására, akkor azt láthatjuk, hogy az európai ipari gáz vagy villamosenergia árak már a háború előtt is valamivel drágábbak voltak, mint az amerikaiak, és utána a háború kezdetét követően volt egy ugrás, ami után ugyan volt egy korrekció, de jelenleg is mondjuk a gáz esetében 4-5-ször annyit kell fizetni egy európai vállalatnak, mint egy amerikainak, és a villamosenergia tekintetében is 2-3-szor annyit kell fizetnie. De hogy ez a mindennapokban, hogy mondjam, tehát a napi események is rámutatnak erre a problémára. Szombaton reggel 6-kor egy 2022-es elszámolási vita következményeképpen az ÖMV és a Gazprom megszakította a kapcsolatot, és az egy csak nem 10%-os azonnali áremelkedést idézett elő az irányadónak tekinthető holland gáztőzsdén. Tehát az látható, hogy az energiaárakat az európai piacon ma is nagyon erősen a háborúval kapcsolatos hírek, az orosz-ukrán gáztranzit jövőjével kapcsolatos hírek, és így tovább mozgatják. Az európai energiaellátás részben ezek miatt a bizonytalanságok miatt nagyon feszes. Az orosz beszerzések volumene jelentősen lecsökkent, de nagyon világosan látható, hogy a mostani állapotnál további csökkenés nagyon súlyos következményekkel járhat. Erre most a kedvenc személyes példám, ami a cseppfolyósított földgázpiacon zajlik. Ugye az történt, hogy a vezetékes orosz gázbeszerzések volumene lecsökkent, viszont a cseppfolyósított orosz gázbeszerzések volumene megnőtt. Jöttek a szankciópárti politikusok, és mondták, hogy ezzel valamit kezdeni kell, be kéne tiltani az orosz LNG-t, de aztán jöttek a szakmai szervezetek, és jelezték, hogy annak katasztrofális gazdasági és ellátásbiztonsági következményei lennének. Úgyhogy végül júniusra egy olyan szankciós csomagba sikerült megállapodni, hogy az Európai Unióba irányuló cseppfolyósított földgázszállítmányokat nem tiltják, csak a reexportra szánt szállítmányokat tiltják, és most arra látjuk az adatokon, hogy ez azt idézte elő, hogy a korábban reexportra szánt szállítmányok is az Európai Unióban kötnek ki, és a korábban Európai Unióba szánt nem orosz gáz pedig reexportra kerül. Tehát, hogy,
hogy éppen ellentétes hatást váltott ki a szankció, mint az eredeti szándék volt. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy szerintem az, amit a háború okozott, az, ami az értékláncokban, az ellátási láncokban változásként beindult, az továbbra is gúzsba köti az Európai Uniót, és továbbra is nagyon markáns hatással van hazánkra. Szó volt a kontextusról, a nemzetközi környezetről, és ezzel kapcsolatban az előrejelzésekről, abban egyetértek, hogy nagyon nehéz előre látni. Az első kérdésnél el is mondtam, hogy szerintem mi ennek a két fő oka, és mondjuk, hogyha a jövő évet tekintem, akkor nagyon széles spektrumon, skálán mozog az a lehetséges gazdasági teljesítmény, akár hazánk, akár az EU esetében, amit el tudok képzelni a jelenlegi információk alapján. Tehát van egy nagy vita számos országban, erről talán a legtöbbet a német gazdaság kapcsán cikkeznek, hogy az adósság féket esetleg fel kéne oldani, kicsit jobban elengedni az adósságot, és nagyobb mennyiségű pénzt önteni a gazdaságra. Szóba került a háború lezárása, hogy az amerikai elnökválasztások, tehát Donald Trump elnökségéhez kapcsolódóan markáns fordulatot vehet az orosz-ukrán háború, markáns fordulatot vehet a közel-keleti konfliktus, és így tovább. Hogyha a geopolitikai konfliktusok tényleg jelentős mértékben enyhülnének, és itt az európai országok komolyan gondolnák azt, amiben körülbelül másfél héttel ezelőtt megállapodtak a versenyképességi deklaráció kapcsán, és mondjuk a németek ténylegesen egy komolyabb stimulussal elkezdenék sokkolni, stimulálni a gazdaságukat, ezt követnén más országok is, akkor szerintem elképzelhető olyan forgatókönyv, amely kapcsán az európai gazdaság egy lendületet vehetne, és az a motor, ami az elmúlt években állt, az elkezdhetne beindulni. De persze az is elképzelhető, hogy a geopolitikai helyzet nem javul értemben, az is elképzelhető, hogy tovább folyik az egy helyben toporgás, ami a német kormány mondjuk jellemezte az elmúlt másfél évben, és ezért egy várakozásokon aluli teljesítmény lesz tapasztalható. És még egy utolsó gondolat az apokalipszis közgazdászok, meg a minden rendben közgazdászok dihotómiáról, hogy ez engem is bosszant, bár én azért ennyire szélsőséges vélemények, tehát nem látom úgy, hogy minden vélemény ennyire szélsőséges lenne. Valóban időnként lehet tapasztalni apokalipszis véleményeket, időnként lehet tapasztalni minden rendben véleményeket is, de szerintem az ember egy idő után hajlamos mindenbe ezt a kettősséget belelátni, és akkor, hogyha valaki egyszerűen egy pozitív, vagy egyszerűen egy negatív véleményt fogalmaz meg, akkor is besorolni ebbe a két csoportba az adott közgazdászokat. Valóban az igazság az a kettő között van. Két gondolat, az egyik a magas hozzáadott értékkel és a termelékenységgel és a teljes foglalkoztatottsággal kapcsolatos. Ez egy gyakori kritika, hogy a Magyarországon a termelékenység nem növekedett kellő mértékben. Én úgy látom, hogy a termelékenység az egy persze fontos mutató, amit érdemes követni, de különösen a fejlődés bizonyos szakaszában van egy trade-off a termelékenység növekedése és a foglalkoztatottság növekedése között. Tehát, hogyha én szeretném a foglalkoztatottságot növelni, akkor kénytelen vagyok olyan munkahelyeket teremteni, olyan munkásokat bevonni a gazdaságba, akiknek a hozzáadott értéke alacsonyabb lesz, mint mondjuk a magasan képzetteké. És az elmúlt 10-12 évet bizony ez jellemezte, tehát megjelent több mint 1 millió új munkahely, sikerült bevonni rendkívül nagy mennyiségű embert a munkaerőpiacra, és ennek van egy termelékenységi ára. Én azt gondolom, hogy ebben az időhorizontban az, hogy egy ilyen foglalkoztatottság növekedéshez egy enyhébb termelékenység növekedés társult, az inkább egy eredmény, mint egy kritika, de abban viszont tökéletesen egyetértek, hogy mivel egy közel teljes foglalkoztatottsági szintet értünk el, a következő nagy kihívás, a következő nagy kérdés, hogy hogyan lehet a termelékenységet elkezdeni növelni, és mondjuk azoknál az embereknél, akiket sikerült már bevonni a munkaerőpiacra, hogyan lehet a hozzáadott értéket, a képzettséget és így tovább növelni. És egy utolsó gondolat a hozzáadott érték kapcsán, ugye nem hiszek abban, és szerintem
szerintem ez az Európai Unió általános gazdaságpolitikájával kapcsolatban egy megfogalmazható kritika, hogy ez a magas-alacsony hozzáadott érték különbözőség, ez egy ilyen vezérelhető dolog lenne, és hogy mi egyszerűen mozoghatunk, tehát hogy anélkül lehet mozdulni a magas hozzáadott értékű tevékenységek irányába, hogy egyébként az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységek is meglennének a gazdaságban. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy én egy ágazatban csak kutatásfejlesztést végzek egy adott országban. Szerintem az értéklánc minden szintjén meg kell jelenni ahhoz, hogy ott kellő erőt képviselhessen egy adott ország vagy régió. Az Európai Unió hibái vagy problémái, kihívásai részben arra vezethetők vissza, hogy egy komoly dezindustrializáció volt tapasztalható az elmúlt 10 évben, és szerintem ebben egy fordulatra van szükség, ami a hozzáadott érték mértékét automatikusan valamelyest csökkenteni. Erről majd beszélhetünk egyébként, szerintem van időnk arra is, hogy beszéljünk arról, hogy mondjuk az akkumulátor iparral mi az értékláncban valóban például kivesszük-e mindenhol a szerepünket. Szerintem ez egy izgalmas kérdés, és beszéljünk erről is, de előtte még egy percre, Oliver, te se válaszoltál rá, és még Zoli, te is csak egy fél mondattal igazából onnan pattantunk le, hogy a háborún kívül, a külső okokon kívül azért látunk-e belső okokat, amiért mondjuk az előre tervezett költségvetési számok rendre nem hozzák, és negatív irányba nem hozzák a tervezettet. Ugye ezt az energiakérdést mi Olivierrel már nagyon sokszor megvitattuk, nagyon sok kontextusban, de akkor itt is elmondom még egyszer, hogy igen, tehát hogy az orosz ukrán konfliktus említésre kerül a Draghi jelentésben, de azért nem fő okként. Tehát, hogyha valakit érdekel, én a podcastemen 5 epizódban folyamatosan feldolgozom a Draghi jelentést, gyakorlatilag szétvesézzük a különböző fejezeteit. Az energia fejezet, ami a második résznek az egyik fejezete, az legalább 5 különböző okot említ azért, hogy miért drágábbak az energiaárak Európában. Egyrészt Európának nincsen saját fosszilis kincse, az Egyesült Államoknak van. Vagy olyanokat mond például Draghi, hogy mondjuk az európai energiapiac az nagyon atomizált, az amerikai, a japán, a koreai pedig egységes. Vagy olyanokat mond, hogy spot árfolyamon vásárolnak, vagy hogyha hosszú távú szerződéseket kötnek, az is spot árfolyamhoz van kötve, mint ahogy nagy valószínűséggel a magyar vásárlási séma is. Vagy olyanokat mond, hogy ugye azt se felejtsük el, hogy az Egyesült Államokban ugye repesztéses gázkitermelés van, ami rettentően környezetromboló. Tehát, hogy 1 millió oka van annak egyébként az orosz-ukrán konfliktuson kívül. De ha ez egy meghatározó ok, akkor arra azt gondolom, hogy az a megfelelő válasz, hogy akkor Európának a saját autonóm energiatermelésben kell gondolkodnia. Tehát minél gyorsabban, hát egyrészt leválni az orosz függőségről, másrészt pedig saját zöld energiát termelni, tehát mindent arra összpontosítani, hogy szél, nap, bármi, amivel saját energiát lehet termelni. Úgyhogy ezért az egyre bonyolultabb, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kis része alapvetően a gazdaságnak, tehát hogy ha az energiáról beszélünk, az nem egy elhanyagolható rész, de azért ez nem a teljessége a gazdaságnak, és igazából ez egy big picture-ben azért eléggé periférikus kérdés valójában, tehát tényleg az van, amit ugye Rita kérdez, hogy hát 8 millió más dolog is meghatározza a gazdaságot, és önmagában ez, hogy a energiaárakból hogyan tükröződik az orosz-ukrán konfliktus hatása, akkor is magasabb energiaárak lesznek, hogyha valamilyen csoda folytán vége lesz az orosz-ukrán konfliktusnak. Ja, a második dologban csak egyetérteni tudok, tehát az, hogy a német kormány összeomlott, ez szerintem is a kibontakozás felé vezető út. Egész egyszerűen azért, mert a német kormányban az FDP-s pénzügyminiszter fiskális konzervativizmusa az kifejezetten romboló hatású volt. Ez furcsa egy Friedrich Neumann által finanszírozott konferencián elmondani, de azt gondolom, hogy ez a helyzet, hogy az az FDP-s német pénzügyminiszter, aki gyakorlatilag blokkolta egyrészt a költségvetési stimulust, ugye ezt már egyszer láttuk az 1930-as években, hogy hova vezetett Németországban, ugyanezt csinálta Rudolf Hilferding 1930-ban, elég rossz következménye lett, a szélsőjobb megelősödéséhez vezetett,
és a zöld átmenetet is blokkolta, tehát gyakorlatilag a teljes német zöld átmenet, a német autóipar, elektromos autóipar versenyképességét is blokkolta, tehát kifejezetten káros hatása volt ennek a fiskális konzervativizmusnak. Én nagyon remélem, hogy egy következő kormány legyen, az bármilyen színezetű is Németországban, az fiskális expanzióban és a zöld átmenet felturbózásában és a német elektromos autóipar megsegítésében gondolkodik, és nem pedig abban, mint ez a mostani csinálta. Ami pedig a magas hozzáadott értéket illeti, én ezzel nem értek teljesen egyet veled, hogy minden hozzáadott érték szinten jelen kell lenni. Szerintem pont arról szól a verseny a világgazdaságban, hogy minél magasabb hozzáadott érték szinten legyél jelen. Tehát, hogy alapvetően, ahogy fejlődnek a gazdaságok, az alsó hozzáadott érték szintek azok kiárazódnak. Tehát egész egyszerűen olyan dolgokat, amiket lehetett csinálni 10-20-30-40 évvel ezelőtt Európában, mondjuk, mit tudom én, textil munkások már nincsenek Európában, mert egész egyszerűen ezen a bérszinten azt az alacsony hozzáadott értékű dolgot már nem lehet csinálni Nyugat-Európában, és ezért a textilipar az elment Libanonba, meg Bangladesbe, meg ilyen helyekre, mert ott meg lehet. Tehát, hogy ahogy mozognak fölfelé az országok, akkor egyre inkább ezeknek a termelési fázisoknak, vagy ezek a termelési láncoknak a magas hozzáadott értékére specializálódnak. Én ott látom a problémát, hogy a magyar közvitákban még mindig ez az iparági gondolkodás dominál, tehát hogy az arról vitáznak a paradicsom közgazdászok az apokalipszis közgazdászokkal, hogy milyen iparágakat kell ide vonzani. És ugye a paradicsom közgazdászok azt mondják, hogy iparra van szükség, mert az a jó. Az apokalipszis közgazdászok meg azt mondják, hogy az ipar nem jó, hanem szolgáltató szektort kell idehozni. Miközben valójában a közgazdasági irodalom azt mondja, hogy bármilyen iparágon belül tudsz magas és alacsony hozzáadott értéket produkálni. Tehát ugye, amit a Rita felvet, hogy mondjuk idehozzal egy akkumulátorgyártást, vagy idehozzal egy autógyártást, olyan nincsen, hogy ezek alacsony hozzáadott értékű iparágak. Tehát amikor ezt mondja egy apokalipszis közgazdász, akkor szerintem nem ismeri a, bocsánat, hogy ezt kell mondja, de nem ismeri az ide vonatkozó irodalmat, mi azt mondja, hogy egy autógyártásban is ugyanúgy van magas és alacsony hozzáadott érték. Aki Ingolstadtban megtervezi az autót, egy kutatás fejlesztéssel, dizájnnal foglalkozó ember, ez egy nagyon jól fizetett, nagyon magasan képzett, magas hozzáadott értékű munkahely. Aki mondjuk, mit tudom én, Győrben, Kecskeméten a szalag mellett összerakja, az meg egy alacsony hozzáadott értékű munkahely. És hogy teljesen nem mindegy, hogy mondjuk azok az új beruházások, amelyek jönnek Magyarországra, és akkumulátorgyártást, elektromos autógyártást valósítanak meg, és itt teljesen mindegy, hogy német, kínai vagy koreai beruházókról beszélünk. A nagy kérdés az, hogy Magyarország ezekben a termelési láncokban az alacsony vagy a magas hozzáadott értéket fogja-e termelési láncon belül produkálni, és én abban reménykedek, hogy a magasat. Nekem volt egy nyilvános vitám beszélgetésem Orbán Balázssal, aki ott kijelentette, hogy ugye a miniszterelnök politikai igazgatója, jelentsen ez bármit is, és hogy ő ott kijelentette, hogy szerinte azokban a szerződésekben, amelyek ugye titkos szerződések, amelyek köttettek ezekkel a beruházókkal, szerint ezekben benne van egyébként, hogy garantáljuk a magyar egyetemeknek és a magyar kis és ilyen startupoknak a magas hozzáadott értékű részvételét a kutatásfejlesztésben. Tehát, hogy ő azt mondta, azt állította, hogy ezekben benne van, hogy a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem és ezekben a városokban székelő magyar startupokat bevonják a kínai beruházók ezekbe a fejlesztésekbe. Sok mindenki szkeptikus ezzel kapcsolatban, nem ez szokott lenni a kínai beruházóknak a stratégiája. Én azt mondom, hogy lássuk meg, tehát hogy ez ebből mi materializálódik, de azt gondolom, hogy kifejezetten arról szól a verseny a globális gazdaságban, hogy ki tudja a magas hozzáadott értéket produkálni, és ez tök jó egyébként, tehát én elismerem azt az eredményt, hogy alacsony hozzáadott értékű munkahelyeket teremtettünk, hiszen nyilván jó, hogyha elmaradott kistérségekben magyar emberek inkább dolgoznak, mint hogy el kellene őket tartani a
a lassan már nem létező jóléti államunkból. Ez nyilvánvalóan egy pozitívum, de hogy annak a modellnek, ez a modell kifulladt, ebben talán egyetértünk, tehát itt már nem tudunk bevonni több embert, mert alapvetően teljes foglalkoztatás van, és annak a modellnek, ami a magas hozzáadott értékről szól, annak pedig a nemzetközi irodalom szerint a megalapozása az az inkluzív befektetés a humán tőkébe, ugye ezzel kaptak Nobel-díjat 4 héttel ezelőtt Acemoglu és kis csapata, hogy bemutatták, hogy minden olyan gazdaság, amelyik sikeres volt, az inkluzív módon a humán tőke fejlesztésbe ruházott be, és szerintem ez az, amiben Magyarországnak több évtizedes elmaradása van, és attól tartok, hogy amit mondasz, hogy akkor át kell állni most már innentől fogva az intenzív növekedésre, az extenzív növekedésről foglalkoztatási szempontból, az azért nem lesz lehetséges, mert elmaradtak ezek a beruházások, és mind a mai napig nem ismerjük fel ezeknek a humántőkébe való beruházásoknak a jelentőségét, kezdve azzal, hogy nincs oktatási miniszter, nincs egészségügyi miniszter, nincs szociális miniszter, ugyan vasútminiszter van, de... Mindjárt nem lesz pénzügyminiszter. Szerintem az nem olyan nagy baj egyébként. Tehát én magában az, hogy pénz- és gazdasági minisztériumot összevonják, azt szerintem nem akkora dráma, de hogy mondjuk a közlekedési miniszter, nevezzük így, ő mondjuk autópályára akarja költeni a pénzeket vasút helyett, hogy a magyar tanárok finanszírozása, a magyar ápolók finanszírozása, és egy csomó terület, szóval szerintem ezek a beruházások fájóan hiányoznak ahhoz, hogy ez az intenzív modell elindulhasson. Abszolút. Bocsánat, tehát hogy itt én is vitáznék ezzel, hogy minden ágazatban meg kell lenni a fejlettségnek egy bizonyos szintjének, hogy lehessen kutatásfejlesztésben is nagyot alkotni. Azért itt mondanék egy határozott példát, amit szerintem lehet, hogy a jelenlévők elég jól ismernek, Izrael, ahol nagyon-nagyon komoly szintre jutott az IT és a kutatásfejlesztés, mind biológiai, mind számítástechnikai, tehát gyakorlatilag az összes területen hihetetlen, sőt világszínvonalút alkotott egy kis ország, úgyhogy egyébként az egyéb ágazatokban, vagy az iparosodásnak az egyéb szintjén egyébként meg nem haladtak előre, és valóban ez a hozzáadott érték termelésnél egy izgalmas kérdés, hogy ez megugorható, és mivel látunk már példát a világban, ezt csak azért mondtam, hogy nagy valószínűséggel ez közel is áll hozzátok, vagy jól ismeritek ezt az országot, itt ez sikerült valóban nagyon nagy tőkebefektetéssel és kormányzati költéssel, tehát ez nagyon erősen függ az investíciótól, amit megjelenik ezekben a területekben, de hogy Magyarországon itt a 20 éves elmaradás figyelhető meg sajnos, és azzal, hogy ugye az EU-s pénzeket is bestoppolták, aminek egy jelentős része mehetett volna ide, ez még nagyobb kihívást jelent így, hogyha önerőből kellene ezt erről a minimum szintről növelnünk. Tehát bocsánat, csak itt becsatlakoztam ehhez a véleményhez, hogy itt van. És akkor még az akkumulátorgyárra reagáljak, tehát hogy azért az akkumulátorgyáraknál van egy komoly problémánk itt a nyugat-európai autóiparnak a megfeneklése, tehát amit ugye senki nem gondolt még egy fél évvel ezelőtt se. Ugye én a szakmámból adódóan természetesen ezeknek a vállalatoknak az értékeltségét figyelem, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon jó áron voltak ezek a részvények, tehát a profit termelő képességük nagyon jó volt, viszont olyan mértékű kereslet csökkenéssel és eladási problémákkal szembesültek, amit egyszerűen nem tudnak kompenzálni, tehát hogy ez egy jó kérdés, hogy termeljük az akkumulátorokat, de ki Kínán kívül ki fogja megvenni tőlünk, tehát hogy ez egy nagyon nagy feladat lenne, hogy ez a környezetvédelmi program egyébként, ami elindult Európában, elvileg az egész világban elindult, csak most valahogy mégis mindenki kezd elfordulni az ESG-től, vagy inkább verbálisan, tehát a kommunikáció szintjén beszélnek róla, de ténylegesen az ipari termelés szintjén, illetve a közlekedés szintjén erősen kezd háttérbe szorulni, tehát hogy ez egy jó kérdés, hogy ebből hogy lehet visszajönni, és milyen eszközökkel lehet az autóipart
megtámogatni, hogy ugye tudjuk, hogy itt megint a protekcionizmus jön be, ami soha nem jó, tehát a protekcionista eszközökkel a piaci versennyel szemben persze lehet élni átmeneti ideig, de utána ennek mindig súlyos gazdasági következményei lesznek, úgyhogy csak ennyit szerettem volna még az akkumulátorokhoz. Olivér, nagyon sokat jegyzeteltél, úgyhogy megadom a lehetőséget a reagálásra. Igen, csak nem mindenre szeretnék reagálni, és annyi minden elhangzik előttem, hogy akinek nincs esze, legyen notasszal, szokták igen, mondani. Az egész kivételes helyzet van, hogy van időnk megbeszélni a dolgokat, úgyhogy hajrá. Na, tehát onnan indítanám, hogy az, hogy az energiakérdés egy periférikus kérdés, ezzel nem értek egyet. Hogyha megnézzük a pólokat, a vállalatvezetők körében készített felméréseket ma az Európai Unióban, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy különösen a magas energia, az energiaintenzív ágazatokban, de úgy általánosságban a gazdaság egészében jellemzően ezt tartják az egyik legmagasabb prioritású problémának az európai vállalatok, a magas energiaárakat. Most az elmúlt hetekben egyre lesújtóbb adatok érkeztek az európai járműgyártóktól. A hétvégén már Belgiumban rendőröket is be kellett vetni az Audi gyárban tüntetők ellen. Tehát itt egyre komolyabb problémák vannak kibontakozóban. Az európai járműgyártók az egyik első problémaként az magas energiaárak a problémáját jelölik ki, és ezért erre hivatkozva kezdenek leépítésekre, gyárbezárásokba, stb. A Draghi jelentéssel kapcsolatban valóban több problémát is kijelöl Draghi, de hát ezek eltérő mértékben befolyásolják az energiaárakat. Tehát elég, hogyha ránézünk a grafikonokra, hogy hogyan alakultak az energiaárak, és hogy mondjam, kiszúrja a szemünket a háborúnak a hatása. Ezeket, amiket mondtál meg, amiket a Draghi is ír, ezekkel én alapvetően egyetértek, ezekkel a hajtóerőkkel, mindegyikről szívesen beszélnék hosszan, de az világosan látható, hogy két tényező kiemelkedik ezek közül, a problémák közül, és ezek a problémák inkább csak felerősítik a hatásokat, amiket felsoroltál. Az egyik probléma az Európai Unió széndioxid kvótapiaca. Tehát az, hogy ma egy európai energiatermelőnek vagy egy európai vállalatnak 6-szor annyit kell fizetni egy tonna kibocsátott széndioxidért, mint a legrégebben működő amerikai kvótapiacon, és 10-szer annyit, mint a kínai nemzeti kvótapiacon, az semmilyen klímavédelmi, gazdasági vagy morális érvel nem indokolható, és egy olyan többletterhet jelent, ami nagyon nehezen ledolgozható. A másik pedig a szelektív vásárlás hatása. Tehát az, hogy a konkurens nagy régiók mindenhonnan a lehető legolcsóbban szereznek be energiát, mi pedig megkülönböztetünk jó és rossz beszállítókat, és a jó beszállítóktól vásárolunk, a rosszaktól nem. Ez egy nagyon jelentős kínálatszűkítő, árfelhajtó tényező, és egy utolsó gondolat az energetikához, hogy saját autonóm energiatermelésről beszélni csak korlátozottan lehet az Európai Unióban. Egyrészt az EU a hagyományos energiatermelő és átalakító kapacitásait részben klímavédelmi megfontolásokból mesterségesen leépítette. Tehát volt azért egy gröningeni gázmező, voltak Németországban atomerőművek, voltak olyan energiatermelő kapacitások, amelyek az energiaválságban az adaptivitást megnövelhették volna. Másrészt a zöld energia ugyanúgy függőséget okoz az Európai Uniónak, csak más időtávon és más szintjén az értékláncnak. A zöld technológiák valamennyi zöld technológiában, az értéklánc valamennyi szintjén, én ezt nagyon részletesen átnéztem, Kína részesedése meghaladja a 60%-ot. A napelempanel gyártásban meghaladja a 90%-ot. És ezeknek a technológiáknak mondjuk még nem látjuk pontosan, hogy mekkora a csere ideje, tehát hogy mondjuk egy napelemet 15 vagy 20 év után kell majd cserélni. Jelenlegi ismereteink szerint a leghosszabb a vízerőműveknek ez a csereide, az több mint 100 évig működhet. De a ritka földfém kitermelésen, a technológia, az eszközökön keresztül, a megújuló energiahordozókban az Európai Unió egy Kína irányú függést fog kialakítani. Úgyhogy én szerintem az Európai Unió perspektívájából nézve inkább a függőségek menedzsmentjéről beszélhetünk, és az a cél, hogy az időtávokat, illetve az egyes technológiákat úgy diverzifikáljuk, hogy ez a lehető legkevésbé legyen koncentrált, hogyha ténylegesen ellátásbiztonságról vagy energiabiztonságról van szó.
Az, hogy iparra van szükség, azt nem csak a paradicsom vagy, vagy az apokalipszis közgazdászok mondják, az konkrétan bekerült a budapesti deklarációba. És nem csak az Európai Unió gondolja így, vita nélkül került be, hanem az Egyesült Államok is. Trumpnak az egyik fő állítása az az, hogy az amerikai ipart újra nagyjá kell tenni. Két napja nevezte ki az energiaügyi, vagy jelölte ki az energiaügyi miniszterét, Chris Wrightot. Egy olyan fickóról beszélünk, aki 5 évvel ezelőtt rétegrepesztéses folyadékot ivott, hogy azzal bizonyítsa, hogy a technológia mennyire frankó. Tehát itt szerintem az amerikaiaknál egy olyan kőkemény iparfejlesztés indul be, amit régóta nem láttunk. És még két gondolat a hozzáadott értékről. Az egyik, hogy Izrael példája jó, annyiban azért árnyalnám a képet, hogy az izraeli vállalatok viszont az értékláncok alacsonyabb szintjén is jelen vannak. Tehát, hogy itt az ország szintű gondolkodás és a vállalati szintű gondolkodás az gyakran nagyon más képet mutat. Az izraeli vállalatokat meg tudunk nevezni többet olyat, akik vertikálisan integrált portfóliót tartanak. És az, hogy az alsó szintek kiárazódnának az elmúlt 2 év tapasztalatainak a fényében alig ha jelenthető ki, de 2022-23-ban volt több mint egy éves egybefüggő időszak, amikor a világ legértékesebb vállalatát Saudi Aramco-nak nevezték. Korábban az energiatermelést azt mindenki lesajnálta, hogy ez egy haldokló iparág, magát a Saudi Aramco-t is mindenki temette, aztán a világ legértékesebb vállalatává vált. Én úgy látom, hogy a gazdaságban az értéket mindig a hiány jelöli ki. És az, hogy mi a magas hozzáadott értékű tevékenység, az azon múlik, hogy éppen az értéklánc melyik szintjén vannak szűk keresztmetszetek, melyik részén van hiány. És ezért gondolom azt, hogy azok a mondjuk vállalatok, azok sikeresebbek vagy stabilabbak lehetnek, amelyek vertikálisan integrált portfóliót tartanak, azoknál, mint akik arra fókuszálnak, hogy csak magas hozzáadott értékű tevékenységet csinálnak, és ha az aksi gyárakhoz kanyarodunk, vagy egy járműgyártásra, én úgy látom, hogy a zöld technológiák területén kell egy pont, ahol a térdünket benyomjuk az ajtón. Tehát, hogy egy olyan technológia, hogyha komolyan vesszük a Nemzetközi Energiaügynökség meg az egyéb vonatkozó intézetek előrejelzését, amelyek arra vonatkoznak, hogy a zöld energia termelése, tárolása, az elektromobilitás, tehát a zöld technológiák, azok egy elképesztő robbanásszerű növekedés előtt állnak az elkövetkezendő 15-20 évben, akkor érdemes ebben az iparágban is pozíciókat fogni. Most az, hogy ebben az iparágban hol tudunk pozíciókat fogni, hát olyan nincs, hogy elsőként a kutatásfejlesztésben, és mi fogjuk tervezni az akkumulátorokat. Szerintem be kell tenni a térdünket az asztalon, és utána dolgozni azon, hogy az értéklánc minél több szintje ide kerüljön, és minél magasabb hozzáadott értékű szintje ide kerüljön, de ez egyébként abban egyetértek, abban a végső konklúzióban, hogy lássuk meg, tehát ez még nem indult el. A következő évek nagy kérdése, hogy Magyarország hogyan tud ezekbe bekapcsolódni. Én azt remélem, meg szerintem azon kell dolgozni, hogy minél előbb eljussunk oda, ami egyébként a hagyományos járműgyártásban sok-sok év alatt, de amit végső soron elértünk, mert Magyarországon azért komoly kutatásfejlesztési tevékenység folyik az egyetemeken, és így tovább. Ezt a zöld technológiák területén is jó lenne látni, és volt egy kérdés is még nagyon régen. Igen. Azzal kapcsolatban azt szerettem volna csak elmondani a költségvetés, hogy mennyiben a háború és mennyiben a nem háború okozza. Hogy szerintem nagyon nehéz szétszálazni ezeket. Még a háborút a Covid-járványtól is nagyon nehéz szétszálazni, és a háborút az egyéb következményektől is nagyon nehéz szétszálazni. Tehát itt az elmúlt hónapokban szó volt percepciós problémákról, óvatossági motivumokról, és így tovább. Én azt gondolom, hogy részben ez is a háborúnak a következménye, ez is a nagy inflációs soknak a következménye, az az óvatosság, ami az emberek fejében van, az is visszavezethető erre. Nagyon nehéz ezeket szétszálazni. Amerikában, amire az Zoli utalt, hogy szétváltak a szubjektív konjunktúra mutatók a hard gazdasági adatoktól, ott nyilvánvalóan a háború hatása kisebb, de mégis tapasztalható egy ilyen szétválás. Nehéz megmagyarázni, és mi most ezen intenzíven dolgozunk, próbáljuk megmagyarázni ezt a különbözőséget, de csak azt szeretném mondani, hogy itt minden mindennel összefügg, és én a háborúnak azért egy markáns hatását látom.
Zoli testbeszéde igen aktív volt, tehát majd mindenképp reagáljál az elhangzottakra, de közbevetek egy kérdést, és akkor, és most én leszek kicsit az apokalipszis közgazdászokat képviselő. Ugye Orbán Viktor azt mondja, hogy jövő év fantasztikus, nagyszerű és példátlan lehet. Ennek sok feltétele van. És akkor, hogyha az apokalipszist vesszük, akkor mi van akkor, hogyha marad az, ami az autóiparban látható, a visszaesés? Mi van akkor, hogyha a háborút mégse sikerül Trump beiktatása után 2 héten belül lezárni? Mi van akkor, hogyha Trump büntetővámokat vet ki Európára és Kínára? Mi van akkor, ha nem érkezik olyan ütemben az uniós pénz, mint ahogy azzal számol a költségvetés, és akkor most csak 5 olyan alapfeltételt említettem, amivel a kormány pozitív irányban számol. Szóval mi mindennek van kitéve a magyar költségvetés jövőre? Mindjárt erre is reflektálok, csak azért ingattam annyira a fejemet, mert hogy ugye ezt mi Olivérral újra és újra és újra lejátszuk, és én azt nem értem, de őszintén nem értem. Lejátsszuk még egyszer, hogy én azt nem értem, hogy amikor te beszélsz ezekről a különböző energiaformákról és energiaárakról, akkor mindig az a benyomásom, hogy úgy csinálsz, mintha nem lenne klímaváltozás. Tehát, hogy a helyzet az az, hogy az Európai Unió Kopernikusz programja szerint elértük azt a 1,5 fokos felmelegedést, aminél azt mondják az ENSZ klímatudósai, az ENSZ klímapanelje, hogy itt visszafordíthatatlan klímafolyamatok indulnak be. És látjuk ennek már a hatását, tehát hogy már a magyar társadalom is meggyőződhetett és meg is győződött az adatok szerint arról, hogy ez van, írtozatosan meleg nyaraink vannak, országszerte tapasztalom, hogy banán ültetvények vannak a magyar falvakban, nem tudom, hogy észrevették-e, de kiültetett és nem cserepes banánokkal van tele az ország, és nem adnak el egy darab szánkót sem. Múltkor néztem a Decathlonba, ott árválkodnak a szánkók, és szerintem 10 éve senki nem vett szánkót Magyarországon, szóval, hogy benne vagyunk a klímaváltozásban, és hogy azok a megfontolások, hogy jaj, hát akkor milyen csúnya dolog ez az európai klímakvóta, tehát hogy ez a széndioxid kvóta, és hogy ez okozza a magas árakat, és hogy bezzeg ilyen nincsen az amerikaiaknál, és sokkal puhább a kínai. Ebben neked tök igazad van, csak én erre azt mondom, hogy a felelős hozzáállás az mégiscsak az, amit mi itt Európában csinálunk. Tehát Európa tudomást vesz arról, hogy itt klímaváltozás van, és legalább valamit próbál tenni ellene. Tegyük hozzá, az is kevés, tehát hogy az is nagyon messze van a fenntarthatóságtól, de ez van a legmesszebb. Másodikak a kínaiak, és az amerikaiak, ne felejtsük el, ők kiléptek a klímaegyezményből. Tehát, hogy azt a Trumpot hivatkozni, mint jó gazdaságpolitikust, aki egyébként a Covid alatt arra próbálta ösztökélni az amerikaiakat, hogy valami klór alapú vegyületet igyanak, mert hogy az majd jó lesz. Én azt gondolom, hogy hát nem ő a legnagyobb, hogy mondjam, kiinduló pont, sem klímaügyekben, sem gazdaságpolitikai ügyekben, szóval szerintem nem Trump a mérvadó. Én továbbra is azt szeretném, még akkor is, hogyha magasabbak lesznek ettől az európai energiárak, hogy bizony Európa konzekvensen vigye végig a klímaprogramját. Szóval én ezt nem értem, hogy nem számolta a klímaváltozással. Ez az első. A második, hogy ugye amikor azt mondod, hogy mit mondanak az autóipar szereplői, hát persze, a gazdaság szereplői szeretnek panaszkodni a külső okokra, de azért az, hogy a német autóipar az miért nem működik, az elektromos autónak mindenki tudja, a lelke az az akkumulátor. Most az, hogy a német autóipar miért nem tudott egy versenyképes akkumulátort létrehozni itt az elmúlt 20 évben, és miért a kínaiak gyakorlatilag 8-9 év alatt megelőztek mindenkit, és iparági elemzők szerint a kínai akkumulátorgyártásnak 5-6 éves technológiai előnye van a többiekhez képest. Ezt nem lehet sem az orosz-ukrán háborúra fogni, mert jóval korábban kezdődött, és nem lehet a magas energiaárakra fogni. Ez egy technológiai kérdés. Egész egyszerűen az európai autóipar, ezen belül a német autóipar elaludt.
a kínaiak ügyesebbek voltak, ezt szerintem őszintén be kell vallani, ez nem egy energetikai és nem egy technológiai kérdés. Ezeket nem értem. Az meg, hogy ugye Orbán Viktor rendszeresen azt mondja, hogy van egy terve, és hogy jövőre beindul a növekedés, meg ugye ezt mondja Nagy Márton is, és egy csomó mindenki, ugye van ez a híres a Partizánnak volt egy gyűjtése, azt biztos mindenki látta, hogy hányszor mondták, ezért mondom én, hogy van paradicsom közgazdaságtan is, nem csak apokalipszis, hogy hát időről időre, mondjuk negyed évenként kormánypárti miniszterelnökök, gazdasági miniszterek és különböző más gazdaságpolitikusok elmondják, hogy 3-6%-os növekedés lesz, meg hatalmas növekedés lesz, és ugye a Partizán összeszedte, hogy ez másfél-két éve, vagy nem tudom, talán hosszabb ideje is egyszerűen nem történik meg. Én mondtam a partizános szerkesztőknek, hogy ugyanilyet lehetne csinálni az ellenzéki közgazdászokról is, akik 14 éve minden héten háromszor elmondják, hogy összeomlik a magyar gazdaság, és soha nem omlik össze. Szóval szerintem igenis van paradicsom közgazdászok és apokalipszis közgazdászok világa. És hogyha az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezek a dolgok nem történnek meg, amiket említettél, ezekre nagy esély van. Tehát, hogy én azt gondolom, arra is nagy esély van, hogy a Trump bevezet vámokat, akkor nyilvánvalóan ugye visszafordul, ez teljesen világos, hogy a világban van egy visszafordulás a szabadkereskedelem felől a protekcionizmus felé, nyilván erre reagálni kell, ez nem jó, nem szerencsés dolog, de ha ők ráraknak egy 10-20%-os vámot mindenre, akkor Európának is rá kell rakni egy 10%-os, tehát ez már elkezdődött, tehát hogy a kínai autóipar sztorival már ugye elkezdődött, az amerikaiak 100%-os vámot raktak az kínai elektromos autókra, Európa is már megszavazott egy ilyet, tehát hogy sajnos ez már történik. És igen, hogyha az összes többi, amit említettél, nem jön be, én például azt gondolom, hogy az Európai Uniós pénzek messze nem fognak olyan arányban materializálódni, ami a jövő évi költségvetés tervezetében van. Azt valószínűleg azért kellett beleírni, mert ugye nem teheti meg egy magyar pénzügyminisztérium, hogy ezekről a pénzekről abóvó lemond, tehát hogy muszáj beleírni, mert ugye továbbra is az a hivatalos álláspont, hogy mi ezekért tárgyalunk, tehát hogyha ha az már nem szerepelne benne, akkor ez egy jelzés, hogy ezt feladtuk, de hát ez irtozatosan kellenének ezek a pénzek. Tehát hogy ez 3,5%-a a GDP-nknek évről évre, ezekről nagyon kár lenne lemondani, de én azt gondolom, hogy annyira bemerevettek ezek az álláspontok, hogy szerintem erről simán lemondhatunk. Egyelőre nem nagyon látom a német autóiparnak a visszapattanását, sőt én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzet, pontosan azért, mert nem az ilyen dolgok határozzák meg, mint az energiaár, hanem egész egyszerűen a német autóipari cégek azok elaludtak, és nem azért tüntetnek az elbocsátott munkások, hanem azért tüntetnek, mert egyszerűen ezek a cégek, ezek tényleg nem versenyképesek. Ez egy döbbenetes változás, tehát hogy az a Németország, ami kitalálta az autót, és 100 éven keresztül az autógyártás bástyája volt, az elveszíti nagyon rövid időn belül a versenyt egy kínai kihívóval szemben, de ez szerintem a kínaiak ügyességén és a németek elalvásán múlt, és nem valami fajta energiapolitikai, és főleg nem lehet a klímapolitika ajtaja elé lerakni ezt, hogy a klímapolitika okozta a német autóipar összeomlását, szerintem ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb. A klímapolitikát csinálni kell akkor is, hogyha ez egyébként, tehát hogy ezt úgy tudom mondani, hogy attól, mert valaki drogokat árul egy iskola előtt, és az előnyt ad neki, ebből nem következik az, hogy nekem is drogokat kell árulnom egy iskola előtt. Tehát lehet, hogy akkor ő ebből gyorsan gazdagodik, de nekem az a morális kötelezettségem, hogy én ne áruljak drogokat egy iskola előtt. Erre gyorsan reagálhatok, mert én szerintem pont, igen, ez valóban időről időre visszatérünk erre a vitára az Olival, de tehát szerintem pont azért nem szabad ekkora különbséget hagyni mondjuk az európai kvótapiacon, mert van klímaváltozás, mert az Európai Unió hozzájárulása a globális károsanyag kibocsátásokhoz 7%, ha semmit nem csinál 2030-ra, akkor is 4% alá fog csökkenni. Tehát az Európai Unió önmagában marginális mértékben képes befolyásolni azt, hogy a 2 fokos célkitűzést elérjük vagy sem. Egyébként szerintem ennek az esélye, hogy a 2 fokos célkitűzést elérjük, az gyakorlatilag nulla, mert évente az egész emberiségnek 2-szer annyi, akkora mértékben kellene csökkenteni a kibocsátását, mint a koronavírus járvány évében 2020-ban, aminek a gazdasági és a társadalmi realitása az nulla. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy
hogy amikor energiaárakról, széndioxid kvótárakról beszélünk, akkor nem az van, hogy az egyik serpenyőben ott vannak a mitigációs károsanyagkibocsátás csökkentési célok, a másikban semmi, hanem ott van a másik serpenyőben az, hogy az energiaárakat ezzel mesterségesen megemeljük, amivel az energiaszegénység drasztikusan megnő, és konkrétan emberek tömegei halnak meg. Tehát vannak nagyon, nagyon világos, empirikus kutatások arra vonatkozóan, hogy a lakossági energiatarifák 1-5-10%-os emelkedése hány ezer ember halálát okozza az Európai Unióban. És azt látjuk, hogy az elmúlt 2 évben, vagy mondjuk 2,5 évben, tehát az energiaválság előtti szinthez képest, az Európai Unióban az energiaszegénység 6%-ról 23%-ra növekedett. És azt látjuk, említetted a nyári hőhullámokat, hogy az Egyesült Államokban, az Európai Unióban 200-250-szer annyi ember hal meg a hideg miatt, és ezek jelentős része a saját otthonában fagy meg, nem kellő mértékű vagy minőségű infrastruktúra, túl drága energia, stb. Miatt, mint amennyien a nagy meleg miatt halnak meg. Tehát szerintem az Európai Uniónak, és ezt a vitát mindig ezzel szoktam érvelni, szerintem az Európai Uniónak az a nagy tévedése, hogy ez a klímacsendőr pozíció, amit vállal, ez azt eredményezi, hogy túl sok erőfeszítést áldoz a megelőzési, mitigációs károsanyagkibocsátás csökkentési célok elérésére, és túl keveset a védelmi, alkalmazkodási célok érdekében. Most éppen a klímacsúcs zajlik. Hát arról az a fő témája az idei klímacsúcsnak, hogy a fejlett országok mekkora finanszírozást, hogyan emeljék a meglévő finanszírozást a fejlődő országoknak. Az elmúlt több mint 10 évben a fejlett országok a meglévő célokat sem teljesítették. Szerintem nem lehet komolyan venni azt, hogy majd az amerikaiak Trump győzelmét követően nagyobb mennyiségű finanszírozási forrást adnak Kínának, hogy Kína majd abból saját napelemeket vásároljon. Tehát egyszerűen olyan abszurd helyzet áll elő ezeken a klímacsúcsokon, az egész klímapolitikában, ami egészen elképesztő, és az Európai Unió az, aki ebben a legszélsőségesebb pozíciót veszi föl. Én nem amellett érveltem, hogy Trump jó gazdaságpolitikus, én amellett érveltem, hogy Trump vélhetően megint ki fog lépni a klímaegyezményből, és nem fog azzal foglalkozni olyan mértékben, mint az Európai Unió, hogy mennyiben csökkennek a globális kibocsátások, és ennek megfelelően nem az Európai Unió bármit csinál, a klímaváltozás meg fog történni, és a klímaváltozás következményeivel meg kell küzdeni. És szerintem sokkal több erőfeszítést kellene áldozni arra, hogy legyen kellő tartalékunk, legyen kellő adaptivitásunk, hogy megküzdjünk ezekkel a következményekkel, és egy utolsó gondolat az autóipari szereplőkre. Ebben tökéletesen egyetértek, hogy a német vállalatok elaludtak, és hogy a kínaiak nagyon ügyesen előnyhöz jutottak az aksigyárba. Ami viszont a klímapolitikának a következménye, hogy az Európai Unió mindezek után a német autógyárakat, vagy az európai autógyárakat rátette, és csak egy olyan pályára tette rá, ahol ki fognak kapni a versenybe. Azzal, hogy bevezette a 2035-ös célkitűzést, hogy kivezeti a hagyományos autók értékesítését, betiltja, azzal, hogy olyan kvótákat határoz meg évről évre, ami egyre drasztikusabban leszorítja a hagyományos üzemi autók értékesítését, és egyre több elektromos autó értékesítést irányoz elő, ezzel lényegében rátette egy olyan pályára az európai járműgyártókat, ahol sokkal gyorsabban és borítékolhatóan ki fognak kapni a kínai és amerikai versenytársághoz képest úgy, hogy a kínai és az amerikaiak ilyen típusú korlátokkal nem békjózzák a saját vállalatokat. Kicsit a magyar viszonyokra visszatérve is, Ildikó, akkor megszólítalak téged a felsoroltak közül, de akár lehet más is, miben látott-e a legnagyobb kockázatát annak, hogy ez a fantasztikus növekedés, amit vár a kormány, ez bekövetkezzen? Ugye álmok mindig vannak, és egyébként szerencsénk az lehet is akár. Tehát mindig vannak olyan váratlan helyzetek vagy folyamatok, amik segítenek. Én nem véletlenül mondtam egyébként a beszélgetés elején, hogyha mondjuk egy ukrán-orosz háborúnak valamilyen csoda folytán vége lenne, normalizált körülmények között, azért ott egy nagyon komoly helyreállítási
projekt lesz. Tehát ott olyan beruházások lesznek, ahol ugye nagyon közel vagyunk földrajzilag, tehát az nem lehet, hogy a magyar vállalatok, bár ugye azért itt mindig jön ez, hogy a háború folyamán milyen álláspontokat képviseltünk, meg milyen szavazataink voltak az Unióban, de én azt gondolom, hogy ezt így majd szépen csendesen elfelejtik, és igenis, hogy a magyar cégeknek itt lenne egy komoly lehetősége, ami például egy növekedést tudna segíteni. Tehát ugye ez egy olyan forgatókönyv, amire most nem számítunk, de például ez a gazdasági növekedést tudná támogatni. Hát az egyéb tényezők, amiről beszéltünk, azok sajnos nem támogatják. Tehát, hogy a várakozásaink azért inkább ez a nulla körüli stagnálás irányába hatnak, hogyha a racionális érveket vesszük figyelembe, mint a növekedés irányába, tehát igazából nincsen olyan folyamat, ami organikus folyamat, tehát nem egy váratlan eseménynek a következménye, ami alapján azt mondhatnánk, hogy valóban ezt tudnánk produkálni, ezt a növekedést. Ugye egyrészt nézzük a beruházásokat. Ugye az állami beruházások eléggé megálltak idén, tehát az építőipar az nagyon takaréklángon van, tehát állami beruházás nem nagyon tudunk várni komolyat, mert ugye az adóbevételeink nem jönnek. Tehát én nem gondolom, hogy ezt az eladósodottsági szintet még szeretné növelni a kormány, bár ki tudja, ugye, hogy ki fogja vezetni a melyik tárcát, és akkor ettől még eltérhetünk is, de hogy azért az nagyon-nagyon komoly költségvetési terhelés lenne, hogyha az állam elkezdene beruházni komoly mértékben. A piaci beruházások, azok különösen a kamat környezet miatt azért az elmúlt 2-3 évben elmaradtak, tehát gyakorlatilag olyan beruházásokat valósítottak meg, ahol volt állami támogatás, vagy visszanemtérítendő támogatás, vagy támogatott kamatokkal megsegített hitel lehetőségek, tehát ezek mentek, de ezek is azért szolid mértékben, de a piacon, hogy a vállalkozó a saját megtermelt profitjából forgasson vissza, erre nagyon-nagyon kevés példa volt, tehát ugye ami a gazdasági növekedés még segíteni, hogy beruházunk nagy lendülettel, én ezt se látom egyelőre reálisnak. És nagyjából azt gondolom, hogy erre csak akkor igen. Ugye a jövő évi költségvetésben beruházások összköltsége az 8100 milliárd forint, amiből 480 milliárd jut jövő évre. Ugye itt vannak kiemeltek, ilyen a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalfejlesztés, két egyetem, a Pázmány Óbudai Egyetem, és ugye vannak itt még nagy vízmű és vízgazdálkodási fejlesztések. Tehát, hogy az látszik, hogy jövőre, minthogyha azt a beruházási stoppot, amit az elmúlt években Lázár János meghirdetett, minthogyha visszább vennék. Ez tényleg látszik-e? És szerintetek melyek azok a beruházások, amelyeket úgymond akár az eladásodás kárára is erőltetni kellene, vagy priorizálni kellene ahhoz, hogy annak hosszú távú, pozitív gazdaságélénkítő hatása legyen? Ha szabad meg nagyon gyorsan, akkor azok pár dologra reagálnak. De csak gyorsan, mert elmentünk nagyon energetikai konferenciába, ami nem baj, csak... Tudom. Szóval az, hogy 7% vagy 4% az Európai Unió súlya, az pontosan azt cáfolja, ezt pontosan azt cáfolja, ami az előző vitánk volt, hogy a magas alacsony hozzáadott értékben mindenhol jelen kell lenni. Azért ilyen alacsony Európa súlya, mert a fizikai termelést kiszerveztük Kínába. Tehát, hogy effektíve régen Európában gyártottunk dolgokat, amiket most már Kínában gyártunk, ezeknek egy nagyon nagy részét mi magunk fogyasztjuk el. Tehát ez egy megtévesztő adat, hogy 7 vagy 4% Európa kibocsátási súlya, mert valójában az általunk fogyasztott termékeknek sokkal nagyobb aránya termelődik Kínában, amit mi fogyasztunk el. És azon meg meglepődök, hogy azt mondod, hogy a klímaváltozás meg fog történni, és nekünk akkor adaptálódnunk kell, mert hogy akkor ezek szerint akkor az Magyarország hivatalos álláspontja, hogy mi már lemondtunk a klímaváltozás elleni harcról. Ez az Olivér álláspontja maximum. Oké, tehát hogy akkor így fogalmazok, hogy annak kéne lennie Magyarország hivatalos álláspontjának. Hogy te magad mondtad, hogy a másfél fokon már túlléptünk. A párizsi klímaegyezmény már off. Na jó, de bocsánat, tehát hogyha én nem értem el a fogyókúra céljaimat, akkor abból nem az a következtetés, hogy akkor onnantól elengedem, és akkor éjszaka fölleszem az összes süteményt a hűtőből, hanem akkor annak abból az következik, hogy még jobban oda kéne figyeljek arra. Tehát, hogy én nem mondanám azt, hogy akkor el kell,
akkor el kell ezt az egészet engedni, és akkor innentől fogva Magyarország vagy Európa már csak az adaptációra koncentráljon, a megelőzésre ne. Engem nem érdekel, hogy mit fognak csinálni az amerikaiak, ha kilép Trump a Krím-egyezményből, Európának akkor is szerintem az a felelős magatartása, hogyha mi továbbra is ragaszkodunk a klímacéljainkhoz. Én nagyon nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol elengedtük, és azt mondjuk, hogy innentől fogva, szerintem nem lehetséges adaptációt csinálni, szerintem ez egy illúzió, hogy hagyjuk akkor a klímaváltozást, majd adoptálunk, szerintem szétesik a világ. De én nem az mellett érveltem, hogy hagyjuk, hanem hogy nagyobb erőfeszítést tegyünk. Tehát a fogyókúrás példádnál, hogyha nem sikerül a fogyókúra, és magas lesz a vérnyomásod, akkor továbbra is figyelj oda a kajára, de mellette a gyógyszert is. De ezek nem egymás kizáró dolgok. Tehát, hogy ettől még továbbra is kellene nekünk mindent megtennünk azért, hogy a klímaváltozás ellen harcoljunk. Ezek nem egymás kizáró dolgok. Ezeket hagyom, mert tényleg átmegyünk egy ilyen... Szerintem ugorjunk vissza a magyar költségvetésre. Én az ukrán helyreállítás kapcsán sokkal pesszimistább vagyok, tehát azt gondolom, hogy Magyarország olyan szinten belemanőverezte magát egy pro-orosz pozícióba, hogy sem az ukránok, sem az Európai Unió nem szeretné, hogy Magyarország ebben a helyreállításban részt vegyen. Szerintem, ha valamilyen, akkor nagyon-nagyon minimális esélyünk van az ebben való részvételre, szinte semmi. Beruházások. Tehát, hogy milyen beruházásokra lenne szükség, hát szerintem itt alapvetően az érdekes a költségvetésben, ha megnézi az ember, én két helyen látok érdekességet. Az egyik az, hogy Debrecen város vízgazdálkodása, tehát hogy láthatólag mekkora vízigénye lesz a debreceni akkumulátor projektnek, ez úgy tűnik, hogy azzal kezeljük le, hogy akkor bővítjük Debrecen város vízgazdálkodását, ez benne van. A másik meg, hogy ez békeköltségvetésnek neveztetik, és közben háromszorosára nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése. Egy gigantikus növekedés van, ezt nem tudom, valamiért így nem vette észre a magyar sajtó, miközben szerintem ez egy elképesztő változás, hogy háromszorosára emelkedik az egyébként sem kicsi költségvetése a Honvédelmi Minisztériumnak. Most ehhez képest mire lenne szükség? Tehát szerintem az a kritika, amit a Magyar Nemzeti Bank lassan 7-8 éve folyamatosan megfogalmaz, hogy a vasbeton helyett humántőke, az továbbra is. Tehát hogy én az ilyen beruházásoknál, nyilvánvalóan rendbe kéne rakni a vasúti rendszerünket, tehát hogy ugye azért az nagyon-nagyon-nagyon szükséges lenne, hogy rendbe rakjuk. Ehhez képest gyakorlatilag érdemi pénze a szakértők szerint, a vasút politikai szakértők szerint nem lesz Lázár Jánosnak a vasút rendbe rakására, azzal érvel, hogy az emberek autópályát akarnak, ami hát nyilván az autósok autópályát akarnak, de hogy a magyar gazdaságnak szerintem nem ez az érdeke, hogy 3-4 sávosra bővítsünk autópályákat, ez megint borzalmasan rossz a környezet szempontjából, tehát megint brutálisan növelni fogja a kibocsátásunkat, ami amúgy is nagy valószínűséggel nőni fog, tehát az iparosítás is emeli a kibocsátásunkat, a közlekedésnek ez a preferálás, hogy a vasút és a közösségi közlekedés helyett autópályákat bővítünk 3-4 sávossá, ez is egy nagyon rossz irány, és továbbra is az van, hogy alulfinanszírozzuk az oktatást, az egészségügyet, a szociálpolitikát, tehát pontosan azokat a területeket, és még egy utolsó mondat, hogy ha attól tartasz, hogy a drága energiaárak miatt meghalnak emberek Európában, erre van egy nagyon kitűnő eszköz, a szociálpolitika. Nem, én itt egy piaci fundamentalista pozíciót szeretnék elfoglalni, tehát azt gondolom, hogy rá kell engedni bizony a piacra a valós energiaárakat, és hogyha valakit ez negatívan érint, akkor szociálpolitikával támogatom, és akkor megvan oldva a probléma. Én tudom, hogy a magyar miniszterelnöknek az az álláspontja, hogy a jóléti államnak vége, csak a tények azt mondják, hogy a legversenyképesebb gazdaságok az elmúlt 10-15 évben folyamatosan a skandináv jóléti államok voltak, és utána pedig az osztrákok és a hollandok következnek, szintén jóléti államok. Tehát gyakorlatilag, és ezekben az országokban ezt meg lehet oldani azzal, hogy szociálpolitikai támogatásokat adok, és ugyanezt meg lehet oldani egyébként vállalati támogatásokkal is, de ez már egy hosszabb történet. Akkor Ildik Olivér, milyen beruházásokra kellene költeni a pénzt, hogy hosszú távon gazdaságélénkítő hatást gyakoroljon? Ugye csak Zolival csak egyetérteni tudok, tehát hogy a vasút az olyan
állapotban van, tehát mint a Vadkeleten, tehát hogy enélkül az iparfejlesztés, ugye, tehát hogy nem bírják a közútjaink a szállítást. Tehát hogy ez egy kritikus helyzet, és valóban most már szerintem a lakosságnak is ez egy komoly problémát okoz, hogy a lakosság sem tud közlekedni a kamionforgalom miatt, tehát ezt mindenképpen át kellene a vasútra terelni, tehát hogy ez egy tarthatatlan állapot, tehát hogy ez elképzelhető, sőt valószínű, hogy nem lesz elég pénz a Lázár Jánosnak, mondjuk ez egy más kérdés, hogy milyen áron hajtjuk végre a vasútfejlesztésünket, tehát nagy valószínűséggel sokkal nagyobb költséghatékonysággal lehetne ezt tenni, és akkor lenne rá pénz. De hogy ez az irány, ez adott, és tehát foglalkozni kell azzal, hogy mi az, ami a GDP-nkben bevételt hoz, és ugye megint tehát látszatra a lakosság kedvébe járva bizonyos intézkedéseket hozunk, most nézzük ezt az Airbnb témát például, de hogy igazából ezek mind, tehát inkább látszati intézkedés, mert például a GDP-nkben azért az idegenforgalom az egyre nagyobb szerepet játszik, és nem az ötcsillagos szállodák, tehát a turistáknak a magyarországi költése, és akkor most az iparfejlesztésről ugye nem beszéltünk olyan aktívan, mert iszonyatos pénzek kellnének hozzá, és valóban, tehát a piaci vállalatok nem fogják ezt kitermelni, vagy ha ki is tudják termelni, akkor is meggondolják, hogy ezt a beruházást most hajtsák végre, vagy várjanak egy kicsit, amíg jobb kilátások lesznek. Arról nem beszélve, hogy egyébként a kínai termékeknek a dömpingje a magyar ipart is nagyon, nagyon durván amortizálja. Nem tudom, hogy lehet-e róla szó, hogy az energiás felvetésére Zolinak reagáljak, vagy most már ezt... Hát, ha nagyon röviden teszed, akkor persze, csak... A szociálpolitikai beavatkozások a lakossági rezsitarifáknál csak korlátozott eredményekkel kecsegtetnek. A probléma az, hogy nagyon nehéz célozni, nagyon nehéz fókuszálni a ténylegesen rászorulókra, és a skandináv példák is ezt mutatják az elmúlt években, a skandináv országokban is nagyon jelentősen megemelkedett az energiaszegénység, Svédországban 22%-on áll, Dániában nem emlékszem a pontos számra, de 15 és 22-23% között vannak ezek a mutatók, korábban valóban alacsonyak voltak. Én a tarifák esetében a lehető legegyszerűbb megoldásokban hiszek, az egyetlen járható út az energiaszegénység csökkentése irányába, hogy minél szélesebb kör számára, minél olcsóbbá tesszük a tarifákat, az energiadíjakat. És a beruházásokról elég sok szó esett, én szerintem itt érdemes különválasztani azokat, amelyek a kérdésben megfogalmazott módon hosszú távú versenyképességét, fenntartható versenyképességet biztosítanak, azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek elhangzottak, azok valóban ezt célozzák. Ezek mellé szerintem érdemes oda tenni azt is, hogy Magyarország szempontjából kulcsfontosságú, és a beszélgetésben nagyon sokat beszéltünk a nemzetközi kontextusról. Ennek a jelentőségét nem lehet lebecsülni, de ugye erre korlátozott a ráhatásunk, hogy a saját motorunkat igyekezzünk beindítani, és ehhez rövidtávú intézkedésekre, rövidtávú beavatkozásokra van szükség, amelyek ugyan nem tekintetők beruházásra. Na, ezt akkor konkretizáljuk, és nézzük meg, hogy van-e ilyen a jövő évi költségvetésben. Hát én a családi adókedvezmény duplázását azt abszolút ilyennek tekintem, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a családok a többletforrások jelentős részét elköltik, ráadásul nagyobb arányban olyan típusú termékekre, amelyeknek az import hányada, az import aránya alacsonyabb. Ugye egy ilyen típusú intézkedésnél mindig ez a két fő kérdés, hogy olyan csoportnak adjunk támogatást, ahol a lehető legnagyobb arányban el is fogyasztják, mert akkor jelenik az meg egyfajta serkentőként a legrövidebb idő alatt, és hogy a fogyasztásnak a lehető legkisebb része legyen az importhányad. Én rövid távon a lakhatáshoz kapcsolódó intézkedéseket, például a 150 ezer forintos lakhatási támogatást is hasonlóan gondolom, de azért azt látni kell, hogy ennek a tervnek, a jövő évi tervnek a részletei még most vannak kibontakozóban, a következő hónapokban fognak ezek kitisztulni. Abban egyetértek, hogy a piaci beruházások mögött, vagy a piaci beruházások előtt egy fontos kihívást jelent a magas kamatkörnyezet. A,
Az állami beruházások aránya egyébként, én úgy tudom, hogy az összes beruházásból kb. 15%, tehát itt szerintem nagyobb kérdés, hogyha mondjuk a jövő évi GDP-ről beszélünk, az, hogy a piaci beruházások hogyan alakulnak majd. Persze hosszú távon az állami beruházások is kulcsfontosságúak, és a kérdés az volt, hogy milyen beruházások kellenek, megmaradnának. Én nem mennék bele most egy-egy ilyen konkrét beruházásba. Szerintem ez egy kormányzati hatáskör ezt eldönteni, priorizálni, hogy rövid, közép, hosszú táv között hogyan határozza meg a súlypontokat. Hát ez biztos, hogy kormányzati hatáskör. Az a kérdés, hogy látjuk-e, hogy mi az, amit mondjuk érdemes lenne a kormánynak követni. Ugye most, amit te is említettél, és ami a Nagy Márton féle 21 pontos tervből látszik, az, hogy három fő csapásirány van, kommunikációban mindenképp, ez az egyik a lakhatási válság kezelése, ami ugye 10 éve beszélnek róla szakértők, és most megjelent már nem csak a budapesti programokban, hanem a kormányprogramban. A munkáshitel, ami bár ha jól láttam, akkor egyébként költségvetési terhelésben nem jelent egy túl nagy számot, tehát hogy azért érdemes is arról beszélni, hogy mekkora hatása van ennek, hogy a kommunikációs vagy a tényleges hatása-e a nagyobb, és akkor igen, itt van a családi adókedvezmény megduplázása. Nagyjából ez a három fő terület van, amelyet a Nagy Márton féle program kijelöl. Ez a három terület valóban a legfontosabb célozni való terület, valóban ezek azok a pontok, ahol előrelendülést, fogyasztásgerjesztést lehet ezután látni? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma ma az, hogy az elmúlt 1-2 évben gyakorlatilag piaci alapon vállalati hitelezés nem nagyon lett volna, hanem ehelyett ugye az államilag támogatott vállalati hitelezés lépett be, kamat szinttől függően különböző mértékben. Gyakorlatilag az ilyen ugye Baross Gábor program, Demján Sándor program, Széchenyi kártya, Exim Bank, és még van egy csomó, ami eszembe se jut. Ezeknek 3000 milliárdos nagyságrendje van ma már a magyar költségvetésben. Tehát gyakorlatilag olyan magasra kellett felrántani a kamatlábat az orosz invázió után Magyarországon, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt magyar vállalatoknak azon a piaci szinten hitelt felvenni, és azóta folyamatosan támogatni kell a hitelezést. Na most ugye szépen jöhettünk volna le a kamatokkal, és ugye a Magyar Nemzeti Bank próbálkozott is ezzel, hogy ütemesen csökkentse a kamatokat, de elszállt az euróforint árfolyam. Tehát most, hogy 400 fölött vagyunk, és potenciálisan benne van a pakliba, hogy még a 410 fölé is kicsúszunk, most már ugye minimum tartani kell a kamatszintet, és még az is felmerül, hogy akár emelni is, és ez azt jelenti, hogy megint nem tudunk lejönni egy olyan szintre, ahol visszaállhatna a piaci alapú hitelezés. Tehát, hogy az eddigi kamattörlesztéseink magas aránya, amire ugye Ildikó is utalt korábban, hogy 2-ről 4%-ra növekedett a GDP arányos kamattörlesztési kiadásunk, az akkor tudott volna lejönni hosszabb távon, hogyha ugye ez az elmúlt években megvásárolt állampapíroknak, illetve hogy a magyar államnak a amerikai dollár, kínai renminbi alapú hitel felvétele ezeknek a kamattörlesztései. Ugye ott megint nem tudjuk a kamatszintet, mert a kínai renminbi alapú hitel felvétel az titkosított. Hát igazából arra lenne óriási szükség, hogy csökkenjen ez a kamat teher. Most ugye erre most jelenleg nem sok esélyt látunk, mert egy nagyon gyenge euróforint mellett nem tudjuk csökkenteni a kamatokat. A munkás hitel az nagyon törpe dolog, én azt egyáltalán nem gondolom egy jelentős dolognak. A lakhatás az meg egy olyan nehéz kérdés, tehát hogy most ugye megint előkerült, és az ember belássa magát ezekbe az adatokba, hogy az elmúlt 20-30 évben hányszor próbálták meg ezt csinálni, és ugye az egy igaz mondás, amit Nagy Márton szokott mondani, hogy 50 ezer lakásra lenne szükség évente, csak az a kemény helyzet, hogy ezt gyakorlatilag a közelében nem jutottunk szinte soha.
Tehát egyszer a 90-es évek második felében a 45 ezerre eljutottunk, ugye ez kellene ahhoz, hogy megújuljon az a magyar lakásállomány, ami egyébként katasztrofális állapotban van. Tehát nem csak az a baj, hogy nagyon drágák a lakások, és az egész Európai Unióban Magyarországon volt a legnagyobb emelkedés a lakások árában, hanem az is a probléma, hogy évtizedek óta nem építünk elég lakást, olyan 10-20-30 ezer környékén ingadozik ez a lakásépítés per év, miközben 50 ezerre lenne szükség, és ugye a magyar lakások, vagy a magyar házak jelentős része az olyan rossz energetikai besorolás alá tartozik, mert nem lenne rezsicsökkentés, és én ezért látom nagyon-nagyon rossz politikának a mesterségesen alacsonyan tartott energiaárakat, mert ezzel azt az illúziót keltjük emberekben, hogy olyan lakásokban élnek, amiket ők fönn tudnak tartani. De abban a pillanatban, hogy valamilyen okból, ahogy kivezetésre került a csok, mondjuk kivezetésre kerülne a rezsicsökkentés, azt zárójelben csak, hogy valójában a rezsicsökkentés is megfizetjük, csak ugye adó oldalról. De hogyha kivezetésre kerülne a rezsicsökkentés, akkor a magyar háztartások körülbelül fele azt találná, hogy nem tudná kifizetni azt a rezsit, amit ezek a nagyon rossz energetikai besorolású házak jelentenének, és erre részben az lenne a megoldás, hogy akkor ugye a piaci ár mellett érdekelté tenni a bent lakókat, hogy új fűtési rendszerek, renoválják, tehát hogy szigetelési programok, stb. És ez nem történik, mert elaltatjuk ezt a problémát, és elamortizáljuk a lakásállományunkat. De van egy másik problémánk is, hogy a lakásállománynak egy jelentős részét nem is lehetne már igazából energetikailag felújítani, mert olyan rossz állapotban vannak, hogy nem érdemes. Én nyáron részt vettem egy napelem telepítésében egy vidéki magyar településen, ahol konkrétan nem tudtuk, hogy hova rakjuk a napelemet, mert akárhova rakjuk, beszakad a tető. Tehát olyan épületekben élnek emberek a vidéki Magyarországon, hogy a renoválás nem is lehetséges fizikailag, és ez nem egy, ez jellemző nagyon sok helyen egyébként. Tehát itt megújítani kellene a lakásállományt, ugye ne felejtsük el, hogy a panel lakásokat, azokat 30-40 évre építették annak idején, lakunk bennük 50-60 éve, és simán lehet, hogy eljön az a pont, ahol tömegesen összeomlanak majd a lakások, majd a panel házak, és menekülnek belőle az emberek. Tehát itt van egy ketyegő bomba, ahogy ugye a vasúti rendszernél is, itt is a lakáshelyzetnél is van, és az igazi probléma, és mindig a politikusokat szoktuk szídni, de itt szerintem van egy nagyon komoly kínálati probléma, mert akárhányszor megpróbálták a magyar kormányok keresleti oldalról serkenteni a lakásépítést, ugye 2001 környékén volt már egy ilyen hullám, most van egy másik, mindig az derült ki, hogy a kínálati oldal ezzel nem tud lépést tartani. Ami szerintem egy firtatandó kérdés, tehát hogy akkor ugye az apokalipszis oldalon mindig az a kritika, hogy akkor az állam ne is csinálja. Én szerintem ez egy rossz kritika, mert az államnak akkor igenis felelőssége van, és ez teljesen oké szerintem, hogy az állam próbálja a keresletet serkenteni. De firtassuk már azt a kérdést, hogy egy ilyen jelentkező keresletre miért nem tud a magyar építőipar növekvő kínálattal reagálni újra és újra és újra. Mert ezt nem teljesen értem, mert ha munkaerő probléma van, akkor tessék behozni külföldről munkaerőt. Tehát, hogy én ezt nem tudom elfogadni, hogy nincs elég magyar szakember, mert Nyugat-Európában sem a németek meg a hollandok építik, hanem akkor török vagy marokkói vendégmunkás építi azt a házat. Én azt sem tudom elfogadni, hogy azért nincsen elég kínálat az építőiparban, mert mindenki stadiont meg várat épít, mert én azt gondolom, hogy ha én egy vállalkozó vagyok, és a stadiont és a várat is építem, de még van egy lakásépítési program, én akkor arra is fogok vállalkozni, mert azzal is pénzt lehet csinálni. Tehát egy rugalmas kapitalista gazdaságban kellene legyen kínálata az építőiparban, és hogyha ez nem jelentkezik, akkor ez egy piaci kudarc, és meg kéne vizsgálni az okait, hogy miért nem képes a magyar építőipar kielégíteni egy piaci rést, ahol ráadásul fizetőképes kereslet is van. Szerintem ezt kéne firtatni, és nem azt mondani, hogy akkor a magyar állam fogja vissza a keresletét, mert igenis szükség van a magyar épületállomány megújítására, és ez ráadásul még a gazdasági teljesítményünket is tolná. Szerintem ezek az igazi kérdések.
Legyen akkor körkörös a szerkezete a beszélgetésnek, mert 10 percünk maradt, és azzal kezdtünk, hogy 2026-ra mi fog hatni. Ha már Zoli promózta a podcastját, akkor én is promózom a sajátomat. Az elemzőben Lakner Zoltán azt mondta pont a múlt héten, hogy amiben biztos az az, hogy 2026-ban, ha kell, akár kínai hitelből is, de lesz valamiféle kormányzati választási osztogatás. Egyrészt számítotok-e erre, ti is? Másrészt a kampányban elköltött ilyen-olyan pénzek valóban fölül tudják-e írni, és akkor itt visszajutunk az első mondatokhoz, tehát a szubjektív érzet abban az 1-2 hónapban fölül tudja-e írni az elmúlt 4-8-12 év gazdaság érzetét, politikáját, akár az apokalipszis közgazdászok vízióit. És akkor ez lesz a zárszó is egyben, ezt mondom mindenkinek. Ildi. Jó nehéz, mert ugye én igazából a politikához olyan nagyon nem értek, tehát én független közgazdásznak vallom magam, meg befektetési szakembernek alapvetően, aki inkább a mikrofolyamatokkal és ugye a befektetési lehetőségekkel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy egyébként a rövid távú helyzet mindig felülírja a hosszú távú, tehát nagyon gyorsan felejtünk. Tehát az emberi pszichének egy adottsága az, hogy az utolsó 2-3 hónap eseményei azok jelentősen befolyásolják az adott döntésünket. Itt még egy pillanatra azért visszakanyarodnék, hogy milyen érzetek lesznek a következő időszakban. Tehát valóban ezek a támogatások, tehát a családtámogatás is ugye egy általánosan egy jó érzetet hoz az emberekben, ami kihathat egy politikai kérdése is, tehát egy választási kérdése is. Az, hogy ez a GDP tudja-e javítani, én nem gondolom, tehát én azt gondolom, hogy ezt nagy részt ugye a családok azért élelmiszerre fogják és lakhatásra fogják fordítani ezt a plusz jövedelmet, ami így keletkezik. És még ugye itt egy érdekes kérdést szeretnék felvetni, amit csak egy másodperccel reagálnék a Zoli által elmondottakra, hogy ugye jövőre egy óriási állampapírállomány jár le, ami most 20%-on ketyeget, átmegy 5%-ra, és vajon akkor az emberek fejében mi lesz? Tehát egy részét lehet, hogy el fogják költeni fogyasztásra, mert ugye azért mégis ez a 20%-os hozam, ez nagyon-nagyon sok pénz, kis összeg esetén is, tehát ez megjelenhet a GDP-nkben, viszont a másik részével meg tartós befektetést fognak keresni, ami ismét az ingatlan piacon landol, ami ugye egy érdekes kérdés, hogyha nincs új lakás, akkor a régieket segíti, tehát hogy azért a gazdaságunk tud élénkülni egy-két évvel ezelőtti kamatdöntés következményeként is, ugye, mert ez 2 évvel ezelőtt volt a kamatemelés, tehát hogy ez tud még segíteni, és ugye, hogyha az emberek flow-ba kerülnek, tehát elkezdenek ingatlan cserélni, ugye, mert kicsit dinamizálódik az ingatlan piac, ez egyébként a választásokban is érződni fog, tehát az egy hangulatjavulást fog feltétlenül hozni. Én egy kicsit leválasztanám erről a politikát. Tudom, hogy ez egy politikai fókuszú beszélgetés vagy esemény. Majd a második felében. De szerintem a politikától függetlenül az, hogy ez a percepciós mélyrepülés, ami az Egyesült Államokra, az Európai Unióra és hazánkra is bizonyos mértékben jellemző, ez véget érjen, és minél a társadalom minél szélesebb rétegei elkezdjék minél pozitívabban szemlélni a jövőt, az nem politikai szempontból fontos elsősorban, hanem azért, mert a fejlődésünknek az áloga. Tehát az, hogy ma Európában a többség úgy látja, hogy a következő generációk életfeltételei rosszabbak lesznek, hogy a következő 2-3 évben a gazdaság helyzete romlani fog, és így tovább, az nem csak egy következménye a mostani bizonytalanságoknak, de kihat arra is, egyfajta önbeteljesítő jóslat is lehet, hogy ténylegesen hogyan alakulnak a következő évek, kihat a beruházásokra, és így tovább. És szerintem ez egy társadalmi érdek, hogy ebből a mélyvölgy periódusból a nyugati társadalmak minél előbb kijöjjenek. És én azokat a beavatkozásokat, amelyek a következő hónapokban, fél évben várhatóak is, ebből a perspektívából vizsgálom, hogy szerintem a magyar gazdaság motorját azt mielőbb be kell indítani. És minél jobban be kell indítani, mert ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy ez a percepciós helyzet javuljon.
És ez egy össztársadalmi és összgazdasági érdek, és nem a 26-os választások miatt vagy ellenére kell ezt megcsinálni, hanem azért, hogy Magyarország fejlődési pályán tudjon mozogni. Hogy lesz a választási osztogatás, szerintem igaza van a Lakner Zorinak, hogy lesz választási osztogatás, hiszen azt mutatja a rendszerváltás utáni Magyarország politika történet, hogy mindig minden választás előtt volt választási osztogatás, és csodálkoznék, hogyha ezt pont a Rogán művekcentrikus Fidesz kormányzás írná fölül egy olyan helyzetben, amikor ráadásul van egy valódi kihívó politikailag, szóval kicsi az esélye, hogy itt ne lenne egy választási osztogatás, hogy ennek van-e hatása rövid távon, ugye a politológiai irodalom ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az emberek az utolsó másfél évre emlékeznek, tehát hogy igenis lehet elméletileg befolyásolni őket, de az a fura helyzet van, hogy egyébként, és ez megint azt mondatja velem, hogy nincs apokalipszis, amúgy idén a magyar gazdaságban egy elég komoly reálbér növekedés van. Tehát hogyha az embereknek a gazdasági helyzet percepcióját azt határozná meg csak, hogy milyen jövedelmeik vannak, akkor sokkal optimistábbnak kellene lenniük a helyzettel kapcsolatban a reálbér növekedés miatt, és jövőre is az lesz. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy akkora sok érte a magyar társadalmat az elmúlt években az inflációs sok, főleg az élelmiszerárak 45%-on csúcsosodó emelkedése, másrészt pedig a lakásáraknak a döbbenetes emelkedése, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy egy rövid távú életszínvonal politikával, bérpolitikával nem lehet átírni azt a percepciót, amit ez az élelmiszer és lakásár sok okozott a magyaroknak. Nekem úgy tűnik, hogy most van egy nagyon negatív értékelés, mondom, annak ellenére, hogy teljes foglalkoztatásban vagyunk, nőnek a bérek, tehát akár lehetne egy pozitív percepció is, de nincsen. Hortai Olivér, Katona Ildikó, Pogácsa Zoltán, nagyon szépen köszönöm, és hát jó pár politikus, aki a második panel résztvevője végighallgatta a beszélgetést, vagy egy jó részét, úgyhogy majd fognak is tudni reagálni a szakértőkre. Nektek köszönöm szépen, és hát a vendégek akkor meg majd maradjanak, mert egy izgalmas politikai második résszel folytatjuk.